Régiónkban is egyre többször emelnek hangot a munkavállalók a munkatörvénykönyv változása ellen, azon belül is a 400 órás túlóra lehetőség ellen. Most ellenzéki összefogással a győri városházára nyújtottak be indítványt, miszerint a város önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok ne alkalmazzák még önként vállalt túlmunka esetén sem a 400 óra túlórát. A kérést a közgyűlés többségi szavazással elutasította. Azt gondolom, hogy az az ellenállás, ami elkezdődött ebben az országban, akár Győrben is, hogy akár 1500-2000 ember volt kint az utcán ez ellen a törvény ellen, ezt folytatni fogjuk. Itt közösen itt állunk, látszik az ellenzéki pártok itt vannak. Fodor Roland betegség miatt nem tud itt lenni, ma a közgyűlésen ő is itt lenne velünk. Én azt gondolom, hogy az ellenállás egy újabb minőségét kell, hogy megteremtsük így együtt, közösen. A rögtözött sajtótájékoztatón elhangzott, tárgyalnak arról is, hogy az idei önkormányzati választáson egy közös jelölt mögé álljanak be az ellenzéki képviselők.